ellenére, hogy itt járt, megcsinálták a szobrot róla, a mellette lévő termet pedig a Weimar hercegről nevezték el. Ez az egyetlen olyan terem az utunk folyamán, ahol nem kézifejtéssel folyt a kősornak a termelése, hanem robbantással. Felülről berobbantották a termet, és a berobbantott sót elszállítása után megmaradt üreget. Itt is természetesen sós vízzel töltötték fel, egy mesterséges tavat hoztak létre. Ennek a tónak a mélysége csak 4 méter. Ha be fogunk menni, sötét lesz, úgyhogy kérek szépen majd mindenkit, hogy elhelyezkedünk a korlátok mellett, és majd bekapcsolok egy szerkezetet, amely majd egy kis meglepetést fog nyújtani, és mindezt majd egy nagyon szép Chopin zene kíséri. Ha elég tetszenek jönni, mert onnan mindjárt jönnek az előttünk lévő csoport, jó? És akkor szépen sikára bemegyünk.